Megvidámult erős Győre, pogány fogságától, nehéz igájától megszabadult fénylő kör. Győrről szóló versekkel kezdődött az Országos Színházi Évadnyitó Gála a Győri Nemzeti Színházban. A nézők ezután részleteket láthattak a Bánkbán című operából, amelynek bemutatója januárban lesz majd. Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár kiemelte, a színházak a világjárvány idején sem hagyták magukra közönségüket. Mindenki tette a dolgát. Alkalmazkodott, felelősen döntéseket hozott és hitt a kilábalásban, a jövőben. A színházak segítő szolgálatra szervezték a rendelkezésre álló erőforrásokat. Maszkot vartak, rászorulóknak segítettek a napi teendők ellátásába. Figyelemfelhívó, összetartozást erősítő sarokkoncerteket, akciókat szerveztek, és elárasztották a virtuális teret művészettel, online élményekkel. Szalma a testem, mi szalma a fejem, szalma a lábam, mi szalma a kezem. A Vaskakas Bábszínház a Madári Esztő dalával képviseltette magát az összművészeti gálán, amelyen dr. Dézsi Csaba András polgármester arról is beszélt, hogy a bezártság nem csak a testünket, hanem a lelkünket is megviselte, hiszen elmaradtak a személyes találkozások. Talán ez a legnehezebb, amikor az ember úgy érzi, hogy be van zárva a négy fal közé, és ez mutatta meg azt igazán, hogy a digitális világ hiába tarka-barka, hiába fényes, hiába csillogó, mégsem adja vissza ugyanazt a kapcsolatot sem a szeretteinkkel, sem a kultúrában, sem az oktatásban, nem tudja pótolni a közvetlen jelenlétet, a közvetlen kapcsolatokat. A Győri Filharmonikus Zenekar művészei Lőrinc Révei táncokat adtak elő. Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója pedig Peter Brook angol rendező gondolatait idézte beszédében. A színház mindenek előtt az élet, és csak azért ekelhet bennünket, ami az élet része, a szó legtágabb értelmében. Peter Brook gondolatai ezek. Nem véletlenül díszíti ez az idézet színházunk homlokzatát. A mester, a nagy színház csináló az Üres Tér című művében írta le ezen gondolatait, abban a műben, amelyben leírja, hogy tulajdonképpen a színházhoz nem kell semmi más, csak egy üres tér meg két ember. Valaki, aki csinál valamit, és valaki, aki nézi. Nagyon örülünk, hogy tegnap előtt újra el tudtuk kezdeni az évadot. Nagy pillanat volt ez a Győri Nemzeti Színház életében, mert tavaly november 10-én tartottuk meg az utolsó előadást. A Győri Balett a Giselle szerelmi jelenetét hozta el a gálára, az előadás zenéjét Lajkó Félix hegedű művész szerezte. Az évadnyitóra a Fővárosi Nagy Cirkusz is meghívást kapott, a társulat két tagja a Rolling Wheel Gördülő Kerék című produkcióval kápráztatta el a közönséget. December 11-én mutatja be a Színház a Puskás című musicalt, amelyből a gála közönsége már most láthatott egy rövid részletet. Nem hiányozhatott a műsorból a mennyasszonytánc sem. Rózsi dalát Bori Réka énekelt el. A Kaszás Attila díj egyik jelöltje 2021-ben Fándi Csaba, a Kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának tagja. A Kaszás Attila díj három jelöltje kisfilmeken mutatkozott be, a nyertest pedig Pokorni Zoltán, a Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere jelentette be. A három jelölt önmagában már proféta a saját hazájában, tehát ez egy halatlan elismerés. Az, hogy a barátaink, a közvetlen kollégáink jelölnek. Sok ezer ember szavazott a három jelöltre. Bizonyos értelemben azért ez majdhogy nem szerencse dolga, hogy kiresik a legtöbb szavazat. De idén ez a szerencsés Ruszlán András. A budapesti Radnóti Miklós Színház művész elmondta, munkája során rengeteget tanult kollégáitól. Egész életemben szerencsém volt, mindig olyan társulatokban dolgoztam, ahol barátokat szereztem, és jól éreztem magam, és jól tudtam elhelyezni magam az adott társulaton belül, rengeteget tanultam, amellett, hogy fejlődtem színészileg. Megtanultam, hogy mi az a társulati lét, és hogy mi az a csapatmunka.
Az Országos Színházi Évadnyitó Gálán Bede Fazekas Csaba, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja Rákóczi megtérését énekelte el, végül pedig a Mennyasszonytánc című klezmer musical prológusa hangzott el, a háttérben Győrről készült felvételekkel.